Sziasztok! Az egyik nézőm kérdezte, hogy csinálok-e panettónit karácsonyra, és mondtam, hogy nem. Leginkább azért, mert nincsen hozzá sütőformám. Viszont egy ilyen jó kis treccsónét, ami egy az egybe, vagy treccsione, vagy nem tudom, hogy kell ejteni olaszul, ez ilyen vastag fonott kalácsot jelent, azt viszont simán tudok csinálni, és akkor most mutatok egy olyat, ez 45 deka liszt, de még mindenek előtt ez 7 deka tej, ez meg 12 deka vaj, és ezt fogom, és most szépen bedobom a mikróba, hogy ilyen langyosra megolvadjon, meg melegedjen. És amíg az melegszik, ez ugye 45 deka liszt, van egy ilyen kis 4 dekás élesztőm, de ebbe egy ilyen 3 dekányi elég, mert ezt hagyni fogom viszonylag hosszabb időket kelni, tehát a... Jaj! Ugye... 3/4-ét szépen belemorzsolom az élesztőnek, úgy, hát tettem bele 3 dekát. Sóból, de egy picit több kell, tehát ugye csipet sót szoktak, de ebből 2 csipet sót teszek bele. Ebbe kell egy picit, hogy ilyen sósabb ízű legyen. Ez 12 deka kristálycukor, az is megy bele. Kell bele egy narancsnak a péja, meg egy fél citromhéj, én ezt már megvámoltam, úgyhogy a maradékot pont le fogom tudni úgy reszelgetni, hogy elég lesz erre. Ezeket most lereszelem, meg kiolvasztom a vajat, vagy meglangyosítom. Lereszeltem a narancsnak, kifacsarom a levét. És a kifacsart narancslébe egy jó nagy marék mazsolát szépen beáztatok. Lehet bőven tenni bele, mert mazsolás kalács is egy nagyon fincsi dolog. Ez is megvan. És kell majd hozzá egy ilyen 10 dekás csomag kandírozott narancs héj is, meg hát kell bele 3 darab tojás, csak múltkor rászaladtam egy izére, az ott, amelyik jobban megnézem volt. 10 év alatt, vagy 30 év alatt talán a harmadik romlott tojásom. És akkor már csak a felolvasztott langyos teljes vaj kell bele, és akkor innentől kezdve vagy kézzel, vagy margarin, vagy kézzel, vagy géppel szépen össze lehet állítani a tésztát. És mindig csak a lényeget hagyom ki. Egy pici vaníliacukor, vagy vanília kivonat, vagy vanília aroma, bármi, egy kis vaníliás ízt is. Tehát egy csomagnyi cukornak megfelelő vaníliát is tettem hozzá. Akkor jó a tészta, ha már itt szépen mindenhol ilyen alacsonyabb fordulatra állítva a ragasztót, így elválik az edénytől. Látjátok, egy nagyon-nagyon jó állagú tészta lesz belőle. És azt akkor elmondom megint, mert ez is többször felmerült kérdésként, hogy ugye én most mondtam, hogy kell bele 45 deka liszt, de ha mondjuk nagyobb a tojásotok, akkor lehet, hogy például ennél lágyabb tészta lesz, akkor kell hozzá tenni egy picike lisztet. Ha kisebb a tojás, akkor lehet, hogy keményebb lesz ennél a tészta, akkor egy nagyon-nagyon lehelletnyi kis tejet lehet beletenni, jó? Tehát a lényeg, hogy nem szentírás a recept, az ilyen tésztáknál azért nem árt betartani, ilyen finom lisztből csinálom, ezt az olaszok szerintem én úgy tudom, hogy dupla nullás, ebből a pizza lisztből csinálják, tehát hogy sok mindenem múlhat, de a lényeg, hogy ez most így, ez az állag, ez teljesen jó, és hagyom legalább a duplájára megkelni, addig szépen ázik a mazsola. Na és amikor ilyen gyönyörű szépen megnőtt a duplájára, akkor vagy lisztezett asztalon, vagy egy picit ilyen olajozott asztalon megcsináljuk a formázását a tésztának. Én ilyen olajozós típus vagyok, megmondom őszintén. Nézzetek, milyen szépen kijön. Így. És most annyi dolgunk van, hogy ugye bele kell juttatni ezeket. Úgyhogy szépen, de hát egy ilyen is tud segíteni. Fogom és széthúzogatom, szétnyomkodom egy kicsit a tésztát. És nem es egyszerűséggel.
Nézzetek, milyen jó golyagos. Ugye rászórom a belevaló jóságokat, azaz a narancs, kandírozott narancshéja, és azt, lehet azt is úgy, hogy mondjuk beleteszem most ide a felét, meg a mazsolából is ugye kinyomom a narancslevet, ráteszem ide a, mondjuk az egyik részét. És lényeg, hogy ezt most kicsit így át fogom gyúrni az egészet ezzel, és lehet úgy, hogy csak ide fölhajtjátok. Így, hogy akkor már egy rész benne van, és akkor a maradék meg mondjuk rámehet ide. Azért nem a dagasztásnál teszem bele, hogy ne vigye szét a gyümölcsöt a dagasztó. Ennyire egyszerű oka van, amúgy bele lehetne tenni, de így sokkal jobban szeretem, hogy a mazsola is már teljesen puhára megült, és akkor ugye el lehet kezdeni így szépen bármilyen nektek tetsző módon egy kicsit így összegyúrni. Nem baj, ha ki fog szakadni, meg látszik benne a gyümölcs, csak a lényeg, hogy most így jól eldolgozom. A nagyon ragad egy pici olaj mehet alá, de lehet, mondom, ezt lisztezett asztalon is csinálni, ami nektek szimpatikus, és most itt szépen bele dolgozom a tésztát. Ha nagyon kezd leragadni, akkor itt van ugye a kis kaparó, és akkor még lehet egy kis olajat alá tenni. Így is látjátok, így most gyönyörű szépen benne van mindenhol viszonylag egyenletesen a mazsola meg a narancs. És ezt most három felén, ezzel mindig bajban vagyok. Azért szoktam méricskélni, de egy nagyjából három egyforma részre el kell oszlatni. És egy kicsit, jaj, olajozok még, és kicsit meg kinyújtom őket. És ha megvan, akkor ilyen teljesen klasszikus coffonással, vagy hogy mondják ezt, így össze lehet dobálni. Így, hát így az elsőt nem jól tettem, de végül is annyira nem gáz, és akkor kell most egy tepsi. Ebbe átteszem. Kicsit ilyen, hogy egyforma, itt vastagabb legyen, tehát nagyjából egyforma vastagságú legyen. Még egy dolgot meg lehet csinálni, hogy ne szétfelekeljen, hogy ilyenkor betesztek ide valamit mellé. Így látjátok, és akkor nem fogja hagyni szétterülni, hanem felfele fog kelni. És akkor ezt most hagyom megint legalább a duplájára megkelni. Na, hát az van, hogy mivel most ilyen 21,5 fokra fűtünk itthon, így elég lassan kell ez a kis történet, de azért csak meg kelt. Most tojással lekenem, és óvatosan megpróbálom egy kicsit elszedni ezt a papírra. Ha rajta marad az oldalán, az se baj, mert úgyis majd lejön róla. És vettem ilyen díszítő cukrot, ezzel ez ilyen durva, nagyszemű, ezzel megszórom. Ja, annyi, hogy a Lidl-ben ez most 6500 forint kilója, most 25 deka, nem tudom, hogy számolva mennyi. Én ezt az Auchan-ba vettem, ott csak 1100. Tehát az Auchan-ben ez csak valami 200 forint volt, vagy mennyi, 260. A Lidl-ben meg majdnem 700 forintért adják, jó? Tehát ezt az Auchan-ban most nagyon jó áron meg lehet venni. Na, annyi, hogy ezt most lekenem, és akkor így szórok rá ebből a cukorból. És a 175 fokos sütőbe mehet be. Na hát elkészült, már megvágtam, hogy ne kelljen azzal húzni az idő, de nézzetek meg, már így magától, ugye meg is volt fonva egy picit, megy szét ilyen kis omlós a belseje, olyan narancsos illata van, tele van ugye ezzel a aszalt, nagyon jó, és ugye nem szárad ki gyorsan, mert vajas tésztában van. Annyi, hogy egy kicsit korábban kiszedhetitek, mint én, mert megmondom őszintén, elfelejtettem, mert tettem, vettem, de még így is teljesen jó lesz, és annyira jó benne a kandírozott narancs, és nagyon-nagyon szeretem ilyen reggelihez, vagy bármire, tökéletes így a ünnepek
környékén, úgyhogy ezt is nagyon bátran ajánlom mindenkinek, hogy csináljátok meg. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!